Jézus Krisztus szeretetével köszöntöm a Budapest Európa Televízió nézőit, és egy igével indítjuk a mai beszélgetésünket. Ez az ige megírva van János evangéliuma, 8. fejezet, a 31-es verstől olvasom a 36-osig. Isten igéje így szól: mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondod te, hogy szabadokká leszünk? Felelej nékik Jézus: bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Fala Medinát, Isten hozott Edina. Örülök, hogy újra együtt lehetünk itt. Néhány szóba valamit mondjál magadról, mert nem biztos, hogy ismernek. Üdvözlöm én is a kedves nézőket az Úr Jézus Krisztus szeretetével. Fala Medina vagyok, vállalkozó, két kislányom van, akik már felnőttek, két unokám, és az Úr Jézus a szerelmem. Edina, arról, ha egy pár szót mondaná, hogy mikor találkoztál először Istennel, hogy szólt hozzád, és megérintett, és úgy gondolod, hogy neked szükséged van rá? Hát szép fokozatosan nyúlt hozzám az Úr, mert elég makacs voltam egész életemben, illetve különc is voltam, mert mindig úgy éreztem, hogy igazából teljes az életem, de valami hiányzik. Igen, tehát majdnem boldog voltam. Majdnem boldog voltam. Majdnem sikerült már. Igen, és akkor hogy történt ez? Hát egy nagyon jó módú családban nőttem fel, és hirtelen elzárták a csapot, mondjuk így, és elfogyott a jó mód, és... Hát az Úr Jézushoz fordultam segítségért. De miért ő jutott eszedbe? Ő mindig bennem volt, én biztos vagyok benne. Mindig olvasgattam az igéket, a Bibliát még akkor nem értettem, tehát próbálkoztam azzal is, de valahogy nem értettem. Uh-huh. Próbálkoztam a képes Bibliával, akkor ott ugye a képeket nézegettem. Igen, a lényeg az, hogy nem változat. Jutott el a szellememig, tehát nem fogtam fel, hogy miről van szó. De kerestem az igét ilyen közösségi oldalakon, hogyha valaki megosztott egy-egy idézetet a Bibliából, akkor mindig éreztem, hogy ez valahol nekem szól. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen nagyon finoman simogatva, igen, szeretve. Lassan. És ez körülbelül mennyi ideje történt? 6 éve, 6,5 éve. Ez nem is olyan sok. Nem, de már én azért imádkoztam, hogy Uram, kérlek, hogy nekem ne kelljen 20 évig ülni valahol egy gyülekezetbe és koptatni a padot, hanem használj engem, és a te tervedet teljesíts be rajtam, úgyhogy vágjunk bele. Érdekes, hogy ez így feljött a szívedbe, mert nekem az a látásmódom, hogy a kereszténység olyan, mintha, hogy is mondjam, ilyen céltévesztett volna. Ugyanis azt mondja az Úr Jézus, hogy én nem az igazakat jöttem hívogatni, hanem a bűnösöket megtérésre. Na most, ebben a pillanatban én úgy látom, hogy a kereszténység jobban el van foglalva saját magával, meg az Isten dicsőítésével, ami persze nem baj, de elfelejtette a lényeget, hogy a bűnösökhöz kéne szólni neki. Igen. Én is azt tapasztalom egyébként, hogy sokan az őrölt lisztet szeretik inkább, tehát nem szeretik ők megrágni azt a búzát, hanem ami már készen van, valaki kiáll, elmondja, hogy így. És akkor ez tutira így van. Ő meghallgatja, halleluja, és megy minden tovább. Igen, ezt én is látom, hogy az emberek egy része, mondjuk úgy, hogy lusta arra, hogy Istennel időt töltsön, mert Isten, én meggyőződésem, hogy mindenkit hajlandó direktbe tanítani, csak hát nem egyszerűbb, ha elmegyek a gyűlibe, aztán ott hallok néhány dolgot, és akkor az van bennem, de arra nincs már időm, hogy én Istennel itt órákat töltsek el, hát ez mégiscsak gáz az élet, a munka, meg a igen, megélhetés. Igen. Először én is tudatosan
tettem azt, hogy jó, akkor most mindent kikapcsolok, mert tudom, hogy így kell Istenhez közeledni. Mindent kikapcsolok, olvasom a Bibliát, elmélkedek az Úrról, és akkor megérzem az ő közelségét jobban, ugye, ha elcsendesítem magamat és magam körül mindent. És hát sajnos a világ elviszi az embereknek a gondolatait, és elveszi az idejét, és nincs is idejük rá, illetve állandóan szól a rádió, megy a tévé, megy a foci meccs, a gyerek üvölt, a mama hív, amit tud, mindig valami, és tulajdonképpen elvonja a figyelmüket erről, és mikor már nem is tudják, hogy milyen jó lenne, hogyha elcsendesednének, és figyelnének az Úrra, mert ő mindig szól. Csak ehhez nekünk először tudatosan kell ezt létrehozni, ezt a légy ottot az Úrral, ezt a szerelmes beszélgetést, mert ez az. Aztán utána most már én például ott tartok, hogyha ugye nyilván én is dolgozom, nekem is van családom, vannak gondjaim is olykor, és akkor van, hogy egy pár óra hosszat úgy el vagyok a világba. És valahogy így rám nehezedik ez, hogy jaj, Uram, már legalább 2 órája nem gondoltam rád. És ez botrányos. És akkor, hát ez őrület. És akkor vágyok rá. Igen, mint akinek elvonási tünetei vannak. Így van, igen. Olyan, mintha szerelmem, mikor elkezd hiányozni, hogy jaj, drágám, hol vagy már. Egy ige jött föl bennem közben, ahogy beszéltél, és ez a Máté evangélium a 6. fejezetnek a 33-as verse. Ez az egyik kedvenc versem, nagyon szeretem. Bocsánat, egy kicsivel arrébb. Máté evangélium, a 6. fejezet és a 33-as vers, így szól Isten igéje. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ha minden ezeket az anyagiakat is, a családi kapcsolatokat, az egészséget, mindent, és úgy ez én nekem is nehéz küzdelmem volt ez, hogy na, ha én aztán nem csinálom meg, akkor itt úgyse fog semmi történni. És aztán az Úr kegyelmes volt hozzám, és bemutatta, hogy milyen az, amikor idézelben nem csinálsz semmit, és egyszer csak valami eszelős áldás van rajtad, és azt veszed észre, hogy amit eddig 10 évig nem tudta összehozni, az 10 perc alatt megtörténik. Igen. És ez egyfajta bizodalom Istennek a csodálatos ígéretébe, és nagyon nehéz ezen túllépnünk, hogy ezt elhiggyük, hogy ez tényleg működik. Azért szaladnunk kell ezt megcsinálni, azt megcsinálni. Tudom, hogy milyen az ember, én is ilyen voltam. És nagyon-nagyon nehéz átállni egy jófajta szoftverhez. Nekem úgy mondom, hogy a világ egy rossz szoftvert rak beléd, és az azt mondja, hogy ha nagyon igyekszel, és nagyon hajtod magad, és rommá hajtod magad, akkor talán marad neked is valami. Ez a világnak a szoftverje. Igen. Isten meg azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a te szíved kívánságait. Akkor most melyiket fogadjuk el? És mennyivel fantasztikusabb ez az ígéret, hogy gyönyörködj bennem, és én majd a többit betöltöm. Vagy az, hogy hajtsd magad rommá, és akkor talán marad valamit. Akkor, ha az ember nem teljesen tökfej, akkor azért rájön, hogy melyik az, ami jobb neki. Igen. És hogy mondjuk úgy, hogy bal kézről az Úr eltartja nagy vonalúan. Igen. De hogy tapasztalod ezt? Így tapasztalom. Pont így. Igen. Hát nem olyan régen kezdtem egy vállalkozást, néhány hónapja, és hát ugye mire egy ilyet felépít az ember, azért sok munka van vele. Először még alkalmazottat se tud az ember felvenni, mert igen, hát mert ugye nincs miből. Úgyhogy a kétkezi munka, meg a szellemi munka, meg stb. Úgyhogy eléggé lefoglalt engem ez a dolog, és hát adódott egy lehetőség, hogy elmenjek nyaralni. És hát mondom, na hát most van végre egy ilyen pici kis félretett pénzem már, hát most hogy menjek el nyaralni, akkor mi lesz itt a vállalkozásommal? Itt hagyom a vállalkozást, hát igen. Hát ez nélkülem ez itt hogy fog működni? És akkor egy kedves testvérem imádkozott, értem, hogy adja meg az Úr, hogy el tudjak menni, hogy végre kikapcsolódjak, mert ugye hónapok óta csak a munka, meg hát nyilván az Úr elsősorban. És akkor elmondom, nem megyek. És képzeld el, hogy elmentem a lányomhoz, ő csinálja mindig a szempillámat, és ahogy ott feküdtem,
Mondja, jaj, anya, képzeld el, tegnap este megbeszéltük a férjemmel, hogy megvesszük neked a repülőjegyet. Úgyhogy gyere hozzánk nyaralni. Úgyhogy így végül 3 hetet nyaraltam, és dübörgött a vállalkozásom közben. Anélkül, hogy ötlettem volna. Úgyhogy talán még nagyobb forgalmat bonyolított, amíg én nem voltam itt, mint hogyha itt lettem volna. Mert az Úr áldása az gazdagít meg, és mellette nem gyarapít a fáradalom. És ez, sokáig gondolkodtam ezen az igén, hogy hogy van ez, hogy az Úr áldása az gazdagít meg, de mellette nem gyarapít a fáradalom. És akkor úgy nem nagyon értettem, hogy mit akar itt mondani, de aztán egy idő után kezdtem sejteni, hogy arról van szó, hogy ha nagyon agyonhajtod magad, ez sem fog téged gazdaggá tenni, de az Úr mellett csak egyszerűen ott vagy, és egyszer csak történnek a dolgok, és ez nagyon jó bizonyság ez egyébként erre, hogy nem voltál ott, és mégis fantasztikusan működött a dolog. Igen, és ma is ez történt, hogy a vállalkozásomat bővítettem egy újabb szekcióval, és hát ma estétől ennek működni kell. Na de hát most volt festés, meg most csöveztek ott be mindent, és hát rettenetes kosz volt, és nekem estére ezzel kész kell lenni. Tip-topnak kell lenni. És próbáltam telefonálni, sikertelenül. Aki megígérte, hogy jön késet vagy 2 órát a segítség, úgyhogy nekiugrottam, és hát így félig meddig elkészültem, és közben már jött a susárló a fülembe, hogy jaj, most nem megyek inkább, majd szólok a Palinak, hogy ne haragudj, de mégse tudok élni. Van fontosabb, mint az Isten. És akkor, de aztán csak nem hívtalak fel, hogy nem tényleg jövök. Nem. És aztán, amikor nem mondom, jó, most már tényleg most vagy elindulok, vagy telefonálok, és akkor így szólt az Úr. És olyan békességesen szólt, ahogy ő szokott, olyan finoman, olyan csendesen. Menjél zuhanyozni. De milyen aranyos. És akkor a takarító cuccomat ledobtam, gyorsan elkészültem, és itt vagyok. Úgyhogy először is az Urat választottam most is, és ott hagytam mindent. És majd... Igen, ahogy a Máté 6.33 mondja, hogy először Isten országát, igen, és az összes többit majd ajándékba. Majd én lerendezem, azt mondja így az Úr. Van. És hiszem, hogy ezen igen nagy áldás van, és nagyon örülök neki, hogy benned is a jobb döntésre ösztönzött Isten, és igazából szeretném, hogyha minden ember, aki néz bennünket, hogy is mondjam, észrevenni ezt, hogy ez mindig egy hajszálon múlik, hogy jól döntsünk. Igen. És ez mindenkiben benne van, hogy sosincs olyan, hogy na ez lehetetlen, hogy másképp döntsek, csak az van benne, hogy fiam, itt a lehetőség, amiben békességed van. És tedd meg, és én majd a többit rendezem. De nem úgy, hogy előre lerendez mindent az Isten, hogy ú, hát akkor persze nem is tehetek más, mint megyek, mert már ki van minden itten sakkozva, hanem csak egy bizalom alakuljon ki bennünk, igen, az Isten iránt, hogy ő tényleg jól fogja csinálni ezeket a dolgokat. És igen, én nagyon örülök neki, hogy te is mondjuk, hogy ebbe a tanuló fázisba vagy, mint ahogy én is ebbe a tanuló fázisba vagyok. És azt hiszem, hogy ez mindannyiunkba följön ez, hogy most melyiket választam, az Istennek a dolgait, vagy ezeket a világi dolgokat. És azt látom, hogyha időnként rosszul is döntünk, az Úr akkor is nagyon szeret bennünket. Mindennél jobban. Megint egy ige jött föl bennem, ez a Ézsaiás könyvében az 54-es fejezetben. A kedvencem. Na, még ez is. Hát ez fantasztikus. A legkedvencem a Bibliában. Tehát az 54-es fejezetben van egy nagyon sok jó dolog van benne, de ez, ami most úgy megérintett engem, a 9-es verset olvasom, mert úgy lesz ez nékem, mint Noé özönvize, miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvíze a földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. És úgy tudod, elképzeltem a mindenható Istent, ahogy fölemeli a kezét, és saját magára esküszik, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Azért ezt tudnunk kell, hogy ez az 53. fejezet után van, ahol az Úr Jézus kereszthalála van leírva folyamatosan. Tehát tulajdonképpen nekem az az érzésem, hogy miután megtörtént ez a csodálatos megváltás az Úr Jézus halála és feltámadás által, Isten utána azt mondja, hogy
Na gyerekek, innentől kezdve, aki hisz Jézus Krisztusban, azt én meg nem fedem, és nem fogok haragudni rá soha többé, akármi történik is, én nem fogok haragudni rá, és nem kevesebbre, mint saját magamra esküszöm, ezt mondja az ige, hogy Isten saját magára esküszik, ezt aztán nem lehet überelni. Hát ezt nem. És sajnos az embereknek a fejében még mindig az jár, hogy hát valamit rosszul csináltam, akkor most Isten alig várja, hogy nyakamba sózzon valamit, és akkor de most meg fog büntetni nagyon, és a többi. Pedig ha elolvasná ezt az egy igét, és ez járna örökké az elménkbe, akkor rájönnénk, hogy Isten soha, de soha többé nem haragszik ránk. De van itt még egy másik ige, fantasztikus, hogy egyik ige tolja föl a másikat. Ez a 2 Korintus 5.18-tól, hogy nem haragszik Isten, ugye ezt a gondolatmenetnél tartunk, hogy Isten biztosan nem haragszik ránk. A 2 Korintus 5.18-tól így szól az ige. Mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített és újra egyesített saját magával bennünket. Sőt, ránk bízta, hogy mi is segítsünk más embereknek abban, hogy kibéküljenek vele. Isten ugyanis maga volt jelen Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával, és nem hibáztatta őket a bűneik miatt. Ezt az üzenetet pedig, amely az Istennel való kibékülésről szól, ránk bízta. Ezért úgy élünk az emberek között, mint Krisztus követei. Úgy kérünk és biztatunk benneteket, mintha Isten szólna általunk. Krisztus helyett kérünk, béküljetek ki Istennel. Mert Isten értünk azonosította a bűnnel Jézust, pedig ő nem követett el semmi bűn. Azért tette ezt, hogy mi viszont Krisztus által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Tehát Isten megbékélt a világgal az ő fiának halála által, és az annyira megérintett az a mondat, amikor azt mondja, hogy Isten maga volt jelen a kereszten. És amikor korábban az Úr Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, vagyis egyek vagyunk, akkor itt nem is lepődünk meg azon, hogy Isten maga volt jelen a kereszten. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy Isten saját magát feszítette keresztre, hogy megmentsen bennünket. És ezek után arra gondolunk, hogy ez az Isten, aki hajlandó volt meghalni értünk a kereszten, haragszik ránk. Ne vicceljünk. Tehát teljesen torz az embereknek a gondolkodásmódja Istennel kapcsolatban, hogy ő egy nagy szakállas úr, aki messziről figyel, és bárcsak már hibázná valamit, és akkor most összezúzlak és tönkreteszlek. Holott képes volt meghalni az ő fiában, ott a kereszten, értünk. Hát igen. Hát és mi az ő gyermekei vagyunk. Csak ez hogyha magamból indulok ki, hogy én se azt várom, hogy a gyerekem mikor fog valami hibát elkövetni, bizony hogy nem. Végre nyakon vághassam, hanem próbálom még azt is elfedezni, amit elkövetett. Azt is szeretettel közelítem meg, és megértéssel, mert hát igen. Szeretem, csak úgy. Ahogy ezt mondtad, hogy te is, mint szülő így gondolkodsz, itt a Lukás evangélium a 15. fejezet 20-as versbe szintén egy atyáról van szó. És ugye a tékozló fiúnak az atyáról, aki ugye a tékozló fiú, hát finoman szólva is nem volt babafiskóta, tehát nagyjából mindent elkövetett, amit el lehet követni a szülő ellen. És ez a fiú, amikor tér vissza, akkor ez az atya, aki gondolom és hitem szerint a mennyei atyát jelképezi, ezt írja az ige. Tehát Lukács evangélium a 15. fejezet 20-as vers, és felkelvén elméne az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesék rajta a szíve. És odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. Ilyen a mi apukánk. Tehát, ahogy mondtad, hogy te milyen jó szívvel vagy a gyerekeid iránt, és hogy mennyire igyekszel mindent mondjuk úgy megbocsájtani nekik. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ti bár gonoszok vagytok, tudtok jót adni a ti gyermekeiteknek. Mennyivel inkább a ti mennyei atyátok ad nektek Szent Szellemet, ha kéritek. Tehát Isten milliárdszor jobb atya, mint amilyenek mi vagyunk. Igen. Erről az ígéről eszembe jutott szintén egy bizonyság. A kisebbik lányom pont abban a korban van, amikor úgy leválunk a szülőkről, igen. És dacosan majd megmutatjuk, hogy én tudom, te csak ne szólj igen, bele. Igen, és te buta vagy. Ha nem is, de minden esetre ne szólj bele. A lényeg az, hogy félig meddig kirepült, összeköltözött egy fiatalemberrel, és hát ez a fiatalember
nem annyira szívlelt engem, én voltam a házi A sárkány, az gonosz igazi anyós. anyós. Igen. És hát addig-addig fajult a dolog, míg a kislányomat is sikerült úgy befolyásolnia, hogy egy darabig nem nagyon kommunikáltunk egymással. Magyarul ellenet fordított. Ellenem fordította, igen. És hát mit tudtam mit tenni, természetesen nagyon bántott a dolog, és mindig imádkoztam, és átadtam az Úrnak ezt, és tudtam, mert olvastam a tékozló fiút, és Isten megígérte nekem, hogy a gyermekeimet visszaadja, és csak vártam. És egyik reggel a mai igét szoktam megkapni e-mailbe, és azt olvastam el, és feljött a tékozló fiú története ebbe az e-mailbe, és hát nagyon-nagyon megérintett. Máskor is megérint, de akkor aznap valahogy úgy... Mint egy kijelentés szintjén. Igen, és én ebben olyan biztos voltam, hogy most valami nagyon nagy dolog fog történni. És volt egy hivatalos ügy, amit el kellett intézni, de ehhez szükség volt a lányomra is. Uh-huh. És hát mivel velem nem nagyon kommunikált, így üzentem neki, hogy hát szeretnék vele beszélni, és az illető, akit felhívtam, átadta neki a telefont. És mondta, hogy már napok óta rád gondolok. Értem, jönnél. És abban a pillanatban bevágtam magam a kocsiba, és rohantam érte, és eszembe se jutott, hogy... Hogy a személyre hányád a problémák. Meg se említettem azóta se. Csak boldog mint, hogy ez voltam, az hogy itt se van. Tette. Így van, nem az volt, hogy mert amikor elmentél, és miért nem jöttél, és miért nem hívtál meg, nekem ez így fájt, meg úgy fájt, meg se említettem azóta se, örülök, hogy otthon van. Már kezdve jött az ige is, hogy hol van ez leírva, azt mondja az Isten igéje, hogy isteni természet részeseivé tett bennünket. Tehát olyan szívet alakít ki bennünk Isten, mint ő neki van. Uh-huh. És már kezdünk rá hasonlítani, kezdünk úgy gondolkodni, és úgy látni, és úgy cselekedni, nem tökéletesen még. Nyilván ez még a, mondjuk úgy, hogy a folyamat részei vagyunk, de még nem állunk készen. De azt mondja az Isten igéje, hogy az Isten az ő maga napjára tökéletesen állít maga elé, szentül és sömörgözés nélkül. De most ez egyrészt benne van az, hogy ő csinál valamit Isten megint. Tehát nem mi nekünk kell itt művészkedni, meg nem nekünk kell levagdosni a hajtásokat, mert a szőlő se vágja le magáról a hajtásait, hát igen. Hanem a szőlőműves. Ő pedig lenne a mindenható Isten. Ő a szőlőműves. És minden vadhajtás leszed rólunk, azt mondja az Úr Jézus, hogy megtisztít bennünket, hogy még több gyümölcsöt teremjünk. Igen. És ez olyan jó, hogy kezdünk úgy gondolkodni, mint Isten. Nyilvánvaló, hogy még messze nem megy ez nekünk, de ezek a jelek már, amikor így meg tudunk bocsájtani, és hamarosan eljön az az idő, amikor már nem csak a gyerekeinknek tudunk így megbocsájtani, hanem mindenkinek így meg tudunk bocsájtani. Hát, és nem marad bennünk még semmiféle rossz érzése. Mert azt mondja, eltöröltem bűneidet, mint a felleget. Tehát nézzük meg, hogyha a felhő eltűnt az égről, akkor mi maradott? Semmi. Nyoma sem marad. Az tökéletesen. Az olyan, mint amikor a táblát lemossák, és tökéletesen a tábla üres. Hát ez is pont ilyen, hogy Isten egyszer azt mondja, a bűneidről többé meg nem emlékezem. Igen. Nekem még ezzel kapcsolatban is van egy, megpróbálom röviden összefoglalni, hogy ugye az elején említettem, hogy egy jómódú családból származom, és hirtelen lett vége ennek a jómódnak, hogy elzárták a csapot. És hát ennek a csapnak az elzárásába könnyékig benne volt néhány ember is, igen. Akikre hát világi szemmel jogosan haragudhatnék. Igen. És hát volt egy lehetőségem, most ennyi év után előkerültek olyan bizonyítékok, aminek alapján rájuk húzhattam volna a vizes lepedőt. Uh-huh. És hát ugye beszélgettem olyan emberekkel, akik arra inspiráltak, hogy de menjél és csináld, és meglátod meg. Igazad van, és megoldódna minden problémát, hogyha visszaszereznél ezt meg azt. És már majdnem sikerült így, ugye, mert hát emberből vagyunk, igen. Sajnos. És akkor egyszer csak ültem a kocsiba, és szólt az Úr, a gondolataimon keresztül szokott így
szólni, és akkor mindig érzem, hogy olyan békesség lesz a szívemben, hogy innen tudom, hogy ő szól. Igen, ismerős érzés. És először azt mondta, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverzetét, hogy ellene álljatok az ördögnek. Efezus 6:12. Hát mondom, húha, most hirtelen így éreztem, hogy biztos, hogy ezzel kapcsolatos, mert már 2 napja nem aludtam, mert békétlenség volt a szívembe. Aztán utána jött a gonosz szolga. Igen, hogy amikor tartozik a szolga a földes úrnak, és elmegy könyörögni, hogy Uram, nem tudom megadni a tartozásomat, légy türelemmel, és mondja, hogy jó, rendben, elengedem az adósságodat. Ő meg elmegy a szolgatársához, aki neki tartozik, és kitaposná belőle, hogy adja meg a tartozását, és végül aztán ő került bajba emiatt. És akkor aztán így eszembe is jutott rögtön, hogy az Úr nekem minden bűnömet megbocsájtott. Mondhatni, hogy elengedte az adósságaimat, amit a bűneimmel halmoztam fel annak idején. Én meg elmennék, és a szolgatársamat nyomorgatnám, hogy te meg már, hogy add meg azonnal. Úgyhogy ezt is így elengedtem, és akkor még egy következő üzenetet kaptam. Maradj veszteg, én harcolok, érted. És abban a pillanatban, mint hogyha meg se történt volna ez az egész. Ez a kísértés. Ez a kísértés. Teljes békességem lett. Mindenki, akit ugye föl volt készítve, hogy ezt az ügyet intézzük, felhívtam, és mondtam, hogy az Úrtól kaptam kijelentést rá, úgyhogy én elengedem nekik ezt az adósságot, és nem kérem vissza. Mert azt mondta az Úr, hogy ő harcol értem, és én maradjak veszteg. Úgyhogy azóta is tök nyugodt vagyok ez ügyben. Ez nagyon jó. Örülök neki, Edina, és közben azt jutott eszembe a hamis intéző, vagy a hűtlen intéző jutott eszembe, amikor az Uram mondja, hogy hát számolj el a vagyonommal, mert nem lesz tovább intéző. És akkor ugye a hamis intéző azon gondolkodik, hogy hát ugye ásni gyenge, hordulni szégyel, mit kéne csinálni? Hát hívta az adósokat, és mindegyiknek azt mondta, hogy kevesebbet írjál, mint amivel tartozol. Uh-huh. És egy ilyen jó indulatot akart ébreszteni maga iránt, hogy befogadják majd, ha kirúgják innen az állásából. És az Úr megdicsérte ezt a hűtlen intézőt, és sokáig olyan kétségek között voltam, hogy vajon miért dicsérte meg ezt a hűtlen intézőt, hiszen itt tulajdonképpen egy nagy csalásról van szó. És Isten mégis azt mondja, hogy ez jól csináltad, ügyes vagy. És akkor úgy elgondolkodtam rajta, és egyszer azt hozta elém az Úr, hogy az a pénz, ami nálunk van, az tulajdonképpen nem a mi pénzünk, hanem az övé. És hogyha minket meglopnak, akkor nem minket lopnak meg, őt lopták meg. Igen. És ha ő azt mondja, hogy ezt engedd el, akkor engedd el. Ez az ő pénze, én nekem nem kell jobban hadakozni ezért a pénzért, mint ahogy az Úr akarja. Ha ő azt mondja, hogy hagyjad, akkor hagyjad. Tehát tulajdonképpen Istentől lopott, nem tőled. Noha az emberek úgy gondolják, hogy tőlünk lopott el ennyit, vagy annyit, vagy amannyit. És úgy megértettem, hogy ez, amit ránk van bízva, ez a anyagiak, hogy most 100 forintról beszélünk, vagy 100 millióról, nincs jelentősége. Ez minden Istené. Mi meg szeretjük úgy használni, mintha ez nem is az Istennek semmi köze nem lenne hozzá, ezért én dolgoztam meg, mert én ennyi, mert stb. Tehát ez olyan teljesen félreértettük Istent ezzel kapcsolatban. És egyszer valaki elvitt valamit, nem véletlenül mondja az Úr, hogy ha valaki azt mondja, hogy menjél vele egy mérföldre, akkor menjél vele 2-re, vagy ha elkéri a kabátot, akkor adod a alsó ruhád is, vagy tök mindegy. Tehát ez nem a tiéd tulajdonképpen, ha elkéri, add neki oda, és ne követeld vissza, nem a te dolgod, majd én adok másikat, ne törődj vele. Az én pénzemmel gazdálkoz, nem a sajátodéval. Igen. És ezt úgy gondolom, hogy ezt meg kell értenünk mindannyiunknak, és nekem is nagy lecke ez, hogy az a pénz, ami rám van bízva, hogy 100 forint vagy 100 millió, nincs jelentőség, az nem az enyém, az az Isten pénze. És hogyha valaki ebből elvesz, akkor nem engem lopott meg, hanem az Urat lopta meg, és ez az ő problémája, majd ő elintézi. Te neked az a dolgod, hogy ne szorongasd a torkát, hanem engedd el neki. Igen. Egyébként a vállalkozásom összefügg, hogy szállást adok embereknek, és hát imádkoztam érte, hogy Uram, ez a te házad, mert hogy tőle van ez a vállalkozás, abban egészen biztos vagyok.
És mondom, azt kérem, hogy ebbe a házba olyan emberek jöjjenek, akik szükségben vannak egyrészt, másrészt, akiknek fel van készítve a szívük arra, hogy meghallják a te hangodat, a te hívószavadat. Ezért aztán ki van tapétázva Isten igéjével a ház. És hát már több ember is az utamba került, akik hasonló, úgymond világi magaslatból zuhantak olyan mélységbe, hogy szállásra volt szükségük, akiket befogadtam, és legutóbb felkeresett szintén egy ilyen ismerősöm, és ő egy rokonomnak volt a barátja annak idején, és hát nem valami szépen bánt ezzel a rokonommal, és így jött, hogy szállás kell neki, és akkor így benyögtem neki egy összeget, mondom, ez olyan számtalan volt az én rokonommal, ezt nem fogadom be. Majd én törlesztek. Önnek nem adom oda. És akkor eltelt egy pár óra hossza, és már akkor, mikor kimondtam, már éreztem, hogy valami nem kerek, tehát már nem voltam egészen nyugodt. Igen, nem volt a békességed. És akkor pár óra múlva megint csak szól az úr, hogy hát, nem azt kérted, hogy olyan emberek jöjjenek ide, akik szükségben vannak? És ez az én házam, az meg az én fiam. És szükségben van. Úgyhogy akkor légy szíves, tárcsázz. És akkor gyorsan fölhívtam, és mondtam, hogy figyelj, gyere nyugodtan, nem kell fizetni semmit. Úgyhogy... Igen. Aztán... Szerintem az úr pontosan látja a mi szívünket, hogy kellenek bizonyos, hogy is mondjam, ilyen rossz érzések is, hogy felismerjük, hogy mennyire jó az, ha vele vagyunk, és hogy is mondjam, hogy mindig a jobbik énünkre hallgassunk, mondjuk úgy, tehát tudod, mondják, hogy egy fekete ló, meg egy fehér ló van az emberben, és hogy amelyiknek enni ad, az fog megerősödni. Úgyhogy hát nekünk is fel kell ismernünk, hogy mi az, amikor a döntésünk után egy békesség áraszt el, és mi az, amitől még nyugtalanok leszünk. Nekem is van egy hasonló tapasztalatom, sok, de most ez jutott eszembe. Egy nagyon kedves barátom mindenáron rábeszélt, hogy menjek, vállaljak el egy munkát, ő is ott lesz, ő egy másik feladatot végezett, én is menjek el, nagyon jó lesz, minden, happy. És olyan nyugtalan voltam, nem akartam elvállalni, és de ő annyira presszionált, de csupa jó szándékból, hogy gyere, gyere, csináljad, jó lesz ez minden, és addig, amíg hallgattam rá. Na most hagyd ne mondjam, hogy ez egy igazi bukta volt. Fél évre kivont a hasznos tevékenységből, és fél évig gyakorlatilag ingyen dolgoztam, sőt, még nekem maradtak egy 1,5 millióval adósok, csődbe ment a cég, aki megrendelte a munkát, stb. Tehát a Szent Szellem tudta, hogy ez nem fogok jól kijönni belőle, és ezt a nyugtalanságot éreztette is velem, de én megint jobb pofának tűnt a barátomra hallgatni, aki még egyszer mondom, jót akart, tehát ő nem akart rosszat nekem, csak egyszerűen jobban hallgatom a fizikális hangra, mint a bizarra, a belső hangra. És ezt biztos évén, hogy az úr csak azért engedte meg, hogy felismerjem, hogy jobban jövök ki, ha az ő gyöngéd ösztönzésére hallgatok, igen, mint hogyha mondjuk a barátomnak a fizikális hangjára. Igen, sokszor ugye az érzelmeinkre hallgatunk, és egyik nap éppen beszélgettünk erről, hogy az érzelmek azok mindig a hülyeségre visznek, ugye. Igen. Régen az ember fölkapta a vizet, akkor dur, ha nem is fizikálisan, de visszavágott, hogy mert te meg ilyen, igen, vagy, ja, te beszélsz, hát és te... És hogy ez nem működik. Tehát ezt mondta az egyik kedves testvérünk, hogy a keresztet, mikor fölvesszük, ugye sokan azt gondolják, hogy a vállamra dobom, aztán bandukolok. Uh-huh. Hát nem, mert az Úr Jézus karjai ki voltak feszítve arra a keresztre, ölelésre. Oda voltak, igen, szögezve. Tehát ő, és tőle kell, hogy ezt megtanuljuk, hogy ő még ha akart volna se, de hát eszágába se jutott. Nem tudunk visszaütni, ha a kezünk, igen, a kereszten van, mert nem mozdul, oda van szögezve, és ez az, hogy vegyük fel a keresztet, és vigyük. Tehát most, hogyha az embert megbántják, akkor
nem tud visszavágni, igen. Mert igen, itt van az, hogy tagad meg önmagadat. Igen. Tehát az egónk az nekünk az egyik legnagyobb ellenségünk. Őt kell kifeszítenünk, igen, a keresztre. Az mindig csak a hülyeségbe vinne bennünk. Mindig a rossz döntések sora következik, és aztán persze nem az egó szívja meg, hanem én szívom meg. De nagyon. nagyon sokat szenvedünk ettől a butaságtól, hogy benyaltuk. Én azt szoktam mondani, hogy benyaltam ennek a gonosznak a bolondságait, és na, viszont a Szent Szellem meg pont azért van, hogy vezessen bennünket. Azt mondja, hogy a 2 Timóteus 1:7-be írja az Isten igéje, hogy mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józan gondolkodásnak a szellemét. Tehát ez bennünk van, ez a Szent Szellem, és ő józanul tereli a gondolatainkat, de hát nyilván az ellenség az szeretné, ha más irányba terelne, de az a legbiztosabb iránytű az bennünk, hogy békességed van azzal, amit döntöttél, vagy nyugtalan vagy. Ha nyugtalan vagy, akkor biztos lesz benne, hogy ott valami nem jól döntöttél, akkor vizsgáld meg újra, és kérjed újra az Urat, hogy segítsen neked, mert te szeretnél jól dönteni, olyat, amit ő akar, és nem azt, amit én akarok. Igen, egyébként így remélem, hogy mindenki érti az Úrnak a gondolatmenetét, mert hiszem, hogy tőle van ez. Hogy ugye említettem, hogy voltam nyaralni. És a nyaralás alatt olyan társaságba töltöttem ezt az időt, akik hát nagyon-nagyon jó módúak. Gyönyörű kocsik, gyönyörű ruhák, gyönyörű ház, amiben én is éltem régen. És hát nagyon tetszett. Nagyon szeretek ott lenni ezen a helyen. És hát megmondom őszintén, hogy nagyon szeretem a szép kocsikat is, a mai napig is, úgyhogy meg is bámulom ami őket. Ami szép, az szép. Ami szép, az szép. És akkor ugye hazajöttem a nyaralásból, tele ezekkel a csodálatos élményekkel, amit végül is a világ nyújtott. Igen. De ott is azért próbáltam, illetve nem próbáltam, hanem naponta tartottam a kapcsolatot az Úrral. És akkor jött ez a lehetőség, hogy ráhúzom a vizes lepedőt ezekre az emberekre, és ha ráhúzom, akkor ugye én is újra élhetek. Újra élheted a gazdagok fényűző életét. Igen, és aztán mivel ellent mondtam ennek, volt egy hét, vagy egy pár nap, amikor a vállalkozásom szinte megállt. És akkor nekem ebből az jött le, hogy az ellenség már előre bemutatta nekem, hogy hogy élhetnék akkor, ha megtenném azt, amit ő akar, azt a gazságot. És mivel ellent mondtam, ja, hogy ellent mondtál, na akkor most nem lesz bevételed. Most sem ész? Most se csinálod? És akkor mondtam, hogy nem érdekel, mert az Úr nekem megígérte, hogy ő mindig gondoskodni fog rólam, úgyhogy és jött is az ige, Edinám, azt mondja, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek. Így van, amen. Tehát csak gondolunk, amikor a legnehezebb ellenállni, akkor azt mondja, hogy na öreg, húzzál innen, az Úr ennél sokkal jobbat ajánl nekem. Mert az az érzésem, hogy ha jól értjük az egészet, akkor az ördög mindig ajánl valamit, ami szépnek tűnik, de igazából ez a végén nagyon-nagyon rosszul jövünk ki belőle. Az Úr meg mindig, ami tényleg a mi érdekünk, azt akarja. Igen. Csak el kell fogadnunk, hogy bíznunk kell benne, hogy ez erről hallottam egy történetet, lehet, hogy nem is igaz, de a történet nagyon elmondja, hogy miről van szó. Egy hegymászó mászott fel egyedül éjszaka egy hegy oldalba, és valahol megcsúszott, és zuhant le, és a kötél megtartotta. És ugye ő, az ő fejébe az volt, hogy most valahol a szakadék fölött ingázik, és egyre csak hallja belülről, hogy mondja az Úr neki, hogy vágd el a kötelet, de hát ne, hát akkor lezuhanok a szakadékba, hát ez tök hülyeség. És addig, hogy nem vágta el, és megfagyott. Hmm. És kiderült, hogy a földtől körülbelül 1/2 méterre. Ó, te jó így. Fogta meg a kötél, és tulajdonképpen, ha levágta volna magát, akkor ott lelép, az kész. De most ilyen az, amikor az Isten azt mondja, hogy ezt csináld, és mi azt hiszük, hogy hát ez teljesen őrültség ilyet csinálni, de az Isten tudja, hogy mi az, amikor a józanész ellen kell cselekednünk, de ez mindig kell bennünk egyfajta, hogy is mondjam,
egy szűrőnek lenni, hogy megismerik, hogy most az ellenség akarja, hogy valamit csináljunk, vagy Isten akarja. És ez a szűrő, ez mindig az, hogy békességem van, vagy nyugtalan vagyok tőle. Igen. Hát és azért az ellenség használ körülöttünk élőket, és leginkább szerintem sokszor az egész a családot, közel igen. állókat igen. használja arra, hogy letörje a mi bizalmunkat, a jó igen. döntésünket. És erről eszembe jutott nekem is egy ilyen történet, egy ilyen tanmese, hogy az állatok versenyt szerveznek, hogy a békáknak föl kell mászni egy nagyon meredek falon, és akkor ugye ott ül a közönség, és elkezd, mit tudom én, 100 béka mászni, és kiabálják, hogy jaj, azt nézd már azt a pöttyöst, az úgyis mindjárt leesik, puf, le is esett. Nézd már azt a csíkost, már alig van neki hátra, dur, az is leesett. Egyetlen béka fölmászott a csúcsra, neki sikerült, és akkor kérdezték, hogy hát hogy a fenében, hogy ennek sikerült fölmászni, mert süket volt. Ja. Úgyhogy nem hallotta a sok hülyeséget. A sok hülye bekiabálást. Ő simán fölmászott és kész. Úgyhogy. Igen, nekünk is, hogy is mondjam, csak az Úr hangjára kell figyelni, igen. senki másra. Az összes többit, tehát mint ahogy én is hallgattam ennek a kedves barátomnak az unszolására, aki szintén jót akart, tehát ő nem akart nekem rosszat, és belementem ebbe a munkavállalásba, és nagyon-nagyon rosszul jöttem ki belőle. Ugyanígy, ha most akkor idézőben süket lettem volna az ő szavaira, akkor sokkal beljebb lennék igen. minden tekintetben. Erre gondoltam, amikor az elején említettem, hogy elcsendesedek, és figyelek a úgymond belső hangra, amit az Úrtól kapok, és nem figyelek se a rádióra, se a tévére, mert az se tele van mindenféle hülyeségekkel. A telefont is kikapcsolom. Sőt, van, amikor megyek a kocsiba, és hogyha már egy picit fáradtabb vagyok, akkor bekapcsolom a rádiót, és szabályosan fáj tőle a fülem. Nem esik jól hallgatni. El is hiszem. Bosszant engem az jön belém, hogy ez annyira értelmetlen időtöltés, hogy én nekem erre nincs időm, hogy ilyen értelmetlen dolgokat hallgassak, ami igen. ott hangzik el. És nem hallom az Urat tőle. Így van. Ahogy mondod, nem hallom. Tulajdonképpen igen. hiánya van az Istennek így a hiányát, igen. érzem én is, hogy ezt a idézőben butaságot hallgatom, és ami a lényeg lenne, hogy az én atyámmal társalogjak, azt nem hallom. Nem egyet. Hallom meg, igen. Hát ő nem fogja túl kiabálni a tudsz. Tényleg nem. Tényleg nem kiabálja túl. Úgyhogy ez is egy jó példa a többieknek, mert hiszen ezek a beszélgetések mind azért hangzanak el, hogy az emberek tanuljanak a mi hibáinkból, vagy éppen amit jól döntöttünk, hogy mi hol hibáztunk, és hogy mi az, amikor meg jól döntöttünk, és az is, hogy ilyen tanúságok legyenek az emberek előtt, hogy ne nekik kelljen ezeken a rossz döntéseken keresztül megtanulni a jót meghallani, igen. hanem tanulják meg a mi hibáinkon keresztül, hogy hogyan lehet mégis az Istennel mondjuk 100-ból 100-szor jól dönteni. Igen. Valaki a napokban mondta ezt a gondolatmenetét, hogy végül is két út van mindig. Tehát mindig választanunk kell. Van egy út, ami szépen le van betonozva, gyönyörű, sima, igen, és általában ugye az ember azon indul el, és ezzel szemben van egy másik út, ami meg göröngyösebb egy picit. Vagy éppen fölfele megy. Vagy fölfele megy, igen. De azt nem látjuk, hogy az a szép, sima út meddig sima. Igen, mert a következő lehet, hogy kanyarba már igen. Amit mi már nem látunk, csak az Úr ugye, mert ő felülről mindent igen. lát, az egy idő után sokkal göröngyösebb lesz, sőt, még szakadék is lehet a végén. Illetve a másik út beletorkolhat egy olyanba, ami meg sima lesz. Ami sima. Azt mondja az Ézsaiásnál, hogy ezen az úton még a bolond sem téved el. És ez annyira tetszik, hogy Isten a legegyszerűbb embereket is vezeti, és azok az emberek is ezen az úton tökéletesen tudnak járni, és nem kell hozzá magas IQ, hogy ez működjön. Volt egy eset, amikor egy fiúval beszéltem, aki hát eléggé terhelt, és nem nagyon vág az elméje, és ön 14 éves volt ez a fiú, és
néhány szót mondtam az Isten igéből ki, és láttam, hogy ennek a fiúnak, aki egyébként finoman szólva is nehéz helyzetben van, könyv szökött a szemébe attól, hogy kimondtam az Isten igéjét, és azt láttam, hogy a szelleme ugyanolyan épen és szépen működik, mint akármelyikünknek, sőt, lehet még élesebben, mint a miénk, mert ő neki az elmebeli problémák nem akadályozzák, tehát nem süket a gyerek, nevezzük nevén, süket a gyerek, nem hallja, hogy mit kiabálnak be, de a szelleme az tökéletesen működik, úgyhogy azon az én szívemben, hogyha akár egy elmegyógyintézetbe hirdetném az evangéliumot, ugyanúgy értenék, igen, vagy lehet jobban, mint bárhol másutt a világon, mert a szellemük hibátlan azért, mert az elméjük sérült, attól még a szellemük teljesen hibátlan. Hát igen, az intellektus elnyomja ezeket a szellemi dolgokat. Bizony, sokszor, ami sokkal magasabb a szellemi dolog, mint ezek a fizikális sokszor dolgok. Sokszor túl gondoljuk, régebben én is hajlamos voltam, hogy akkor most ez tulajdonképpen miért is van így? És ha így van, akkor abból mi következhet? Ja, de most a logika mást mutat, igen, mint a szellem teljesen, világosság. Azt, a logika azt hiszik, hogy az a ilyen megtapasztalásokon alapul, és ez a megtapasztalás sokszor fejreáll az egész, amikor a szellem azt mondja, hogy így vagy úgy, és akkor nem úgy működik, mint a logika, ahogy gondolná. Igen. Most még erről a sima út, göröngyös útról jutott eszembe, illetve hiszem, hogy az Úrtól volt ez is, hogy a sima úton ugye tudunk száguldani. Igen. Elsietjük, elkapkodjuk a dolgokat, nem figyelünk, csak A másik úton viszont szép lassan kell haladni, úgy, hogy mindig a lábam elé nézek, hogy hova lépek, mert könnyen kibicsakolhat a bokám. Igen, úgy, meg az, hogy közben figyel, az izmaink is jobban megerősödnek, igen, amikor nehezebb körülmények között haladunk, igen, mint amikor könnyű körülmények között. Ez fantasztikus dolog, hogy ezekről a megtapasztalásainkról itt beszélhetünk a kedves nézők előtt, és hiszik, hogy Istennek már előre ki van tervezve az, hogy ki nézi ezt, és kinek szól majd a szívéhez, és kinek fog segíteni. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha néhány mondatban, kedves néző, aki nézel most bennünket, elmondanád utánam ezt a pár gondolatot, hogyha szükséged van neked Jézusra, akkor ha bármilyen nehézséggel küzdködöl, akkor mondd utánunk ezt a pár mondatot. És hiszem, hogy Isten valami elképesztő dolgot fog az életedbe cselekedni. Ez a pár mondat nem a mondat szó szerinti értelme számít, hanem az amit úgy átjön neked ebből. A lényeg az, hogy elhiszed, hogy Jézus az Isten fia, és ő meghalt és feltámadt érted, hogy te elfogadható legyél Isten előtt. Ugyanígy pont ezt olvastuk a 2 Korintus 5-ben, hogy mi Jézus által elfogadhatóak lehessünk Isten előtt. Nem attól leszünk elfogadhatóak, hogy hát 51% jót tettünk, és 49 rosszat, hanem attól leszünk elfogadhatóak, hogy elhiszik, hogy Jézus Krisztus az ő fia meghalt és feltámadt. Mondjuk úgy, hogy Istennek ez a feltétele, hogy elfogadhatóak legyünk. Más módon nem lehetséges. Úgyhogy kedves néző, hogyha úgy gondolod, hogy neked szükséged van erre a Jézusra, és az ő segítségére, akkor mondd utánunk. Drága Jézus! Drága Jézus! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Arra kérlek. Legyél az én szívemben. Legyél az én szívemben. Úr és király. Úr és király. Megköszönöm, hogy meghaltál és az enyém lettél. Megköszönöm, hogy meghaltál és az enyém lettél. És most már bátran jöhetek az atyához. És most már bátran jöhetek az atyához. A te áldozatodért. A te áldozatodért. Ámen. Ámen. És hogyha ezt a kis pár mondatot úgy elmondtad az Istennek, én egészen biztos vagyok benne, hogy ő most hallotta, és halálosan komolyan vette. Az a tapasztalatom, hogy amikor emberek elmondják ezt a pár mondatot, hogy szükségem van rád Jézus, sokszor abban a pillanatban nem is veszik komolyan ezt a gondolatot. De az Isten halálosan komolyan vette. Igen. És egyszerűen utána nyúl, és amikor lehet, hogy 5 év múlva, vagy 10 év múlva egyszer csak valami nagyon nehéz helyzet van, és akkor az ember megérzi, hogy most Isten lehajolt, és fölemelte, és ő tartotta meg. Azért, mert
5 vagy 10 évvel ezelőtt ő egyetlen egyszer azt mondta, hogy Jézus, szükségem van rád. Független attól, hogy ő ezt mennyire komolyan mondta ki, vagy mennyire csak éppen felszínesen, Isten halálosan komolyan vette ezt. Én is így voltam egyébként, hogy amikor először elmondtam ezt a, úgy hívjuk, hogy befogadóima, mikor behívjuk Jézust az életünkbe, akkor nagyon-nagyon padlón voltam, és akkor masszázsral foglalkoztam, és elkerültem egy hölgyhöz, aki egy ilyen evangélista volt, és teológiát is oktatott. Hála legyen az Úrnak, igen, az evangélistákért. Igen, és ott a masszázs közben, hogy panaszkodtam neki, meséltem, hogy most én milyen borzasztó helyzetben vagyok, és akkor vele együtt elmondtam ezt az imát, behívtam az Úr Jézust az életembe, és hát én arra számítottam, hogy juhú, holnaptól akkor már minden happy, pálmalevéllel fognak legyezni, mert én már az Isten gyermeke vagyok. Hát nem ez történt. Nem pont így történt. Nem. Azt nem mondta, hogy várni is kell, és hogy lesznek nehéz percek. A lényeg az, hogy körülbelül egy olyan fél év, egy év telt el, és már csak úgy visszatekintve arra emlékszem, hogy onnantól kezdve, hogy én ezt elmondtam, elkezdtem még jobban kutakodni az Isten igéje iránt, kezdett megváltozni az emberekhez való hozzáállásom, illetve olyan barátokat, olyan tapacsokat, úgymond az Úr szépen így lefejtett rólam, akik visszafogtak volna abba, hogy ő teljes mértékben át tudjon engem ölelni, mert nem fért hozzám a sok havertól, meg mindenkitől. És akkor utána, mikor már éreztem, hogy most már tényleg annyira vágyok rá, akkor találkoztam egy kedves testvérünkkel, és vele még egyszer elmondtam ezt a befogadóimát, és onnantól kezdve, ez volt 6 évvel ezelőtt, most már 7. éve, onnantól kezdve viszont teljes mértékben megváltozott az életem. És ő azt mondta nekem, hogy kedves testvérem, készülj fel, kapcsolt be a biztonsági jövet, indul a menet, úgyhogy igen. Hát igen, ez különleges, ahogy mondod ezt, hogy másodszor is elmondtad. Igazából azt tudjuk, hogy Istennek bőven elég egyszer is. Nekünk van erre talán szükségünk. És én nálam ez úgy történt, hogy én tulajdonképpen nem is tudtam, hogy elmondom. Ugyanis nézem ezt a Lukács evangéliuma című filmet, és abban ott ez a Sinkovics Imre, mint egy narrátor elmondja, tulajdonképpen a befogadó imádságot, és aztán kétszer is elmondja, vagy háromszor is, és nekem ez olyan jól esett kimondani, de én ezt nem tudtam, hogy ez befogadó imádság, én csak egyszerűen úgy mondtam utána, és olyan jó érzés volt, de ha egyszer megnéztem a filmet, én annyiszor elmondtam. És én még, hogy is mondjam, nem is gondoltam arra, hogy én most tulajdonképpen abszolút igéjén cselekszek, és azt teszem, amire Isten igéje ígéretet tett nekünk. És sokáig nem értettem, hogy mitől változik meg ott valami az Isten és az én kapcsolatomban attól, hogy én ezt elmondom. És most előttem van a János evangéliuma első fejezetben a 12-es vers, hogy mi alapján van ez a befogadó imádság, és mit ígér Isten az ő igéjében, mert az ő igéje az mindig igaz. Itt nincs mese, ez ha tetszik, hanem az Isten igéje igaz. Ámen és igaz, minden egyes szava. És itt így szól az János evangélium első fejezet 12-es vers, valakik pedig befogadák őt, mármint az Úr Jézust, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Mármint, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és meghalt és feltámadt. Ettől azt mondja, hogy hatalmat adott Isten azoknak, akik elhiszik az ő fiáról, hogy ő Isten fia, és meghalt és feltámadt. Ezeknek adott hatalmat, hogy ők is Isten fiaivá legyenek. És ez oda van írva az Isten igéjébe. Nem kell ebben külön nagy gondolkodást csinálni. Oda van írva, olvasd el, János evangélium, első fejezet, 12-es vers. Oda van írva, hogy akik hisznek Jézusban, azoknak adott hatalmat, hogy az Isten fiai fiává legyenek. Ez annyira
egyszerű, hogy azt szoktam mondani, hogy a legostobább ember is megteheti. Mindegy, hogy az IQ-ja 5 vagy 150, nem számít, ezt bárki meg tudja tenni. Igen. Azt mondja, hogy elfogadom Jézust, mint Isten fiát az én megváltomnak. Ennyi. És innentől kezdve azt mondja, hatalmat adott nekik, hogy Isten fiaivá legyenek. Ettől az egyetlen egy mondattól. És van még egy másik kedvenc mondat, amit nagyon szeretek, és hát, hogy is mondjam, sokan erre azt mondják, hogy hát ez azért ez túl egyszerű lenne, hogy igaz legyen. De én meg úgy vagyok vele, tudod, hogy ha Isten azt mondja, hogy így van, akkor én nekem nincs más dolgom, mint hogy azt mondani, hogy ez tényleg így van. Le kell győzni az intellektust. Igen, mert hogyha én jobban akarom tudni, hogy mitől leszek Isten fia, mint Isten. Hát ezt ne vicceljünk már, az agyag mondja meg az agyakészítőnek, hogy csinálja. Tehát itt ez az ige, ami szintén ennek az alátámasztása, ennek a kedves befogadó imádságnak, a Rómaiakhoz írt levél 10. fejezet, 13-as vers, egyetlen egy mondat. Isten mondja, ne felejtsük el, Isten mondja, így szól, mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, megmenekül, megszabadul, üdvözül. Fordítások vannak különbségek, de a szódzó nevű szót használja, ami mindegyiket tartalmazza. Tehát igazából azt mondja Isten, hogy ha segítségül hívod a nevem, csak annyit mondasz, hogy Úr Jézus, segítségül hívom a neved. Vagy csak annyit, hogy szükségem van rád, Úr Jézus. Ettől Isten hajlandó üdvösséget adni, és meg is adja. Mert azt mondja, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Nem fogom elküldeni, hogy öreg, menjél már innen, túlságosan rossz vagy. Te túl sok rossz dolgot csináltál, nem fogadlak el. Ilyen nincsen. Mint hogy az a tékozló fiú is megcsinált minden disznóságot, amit lehet, és még csak a szemére se olvasta, hogy mi volt. Csak egyszer azt mondta, hogy elé rohanok és megölelem. Még nem is a fiú rohant, az atya rohant. Annyira várta már, hogy jöjjön. Igen. Úgyhogy ez valami elképesztő dolog, hogy Isten ennyire kegyelmes az emberhez. Ennyire. Egy szóért hajlandó az örök életet odaadni neki. Csak és hogy Jézus kimondott, segítségül hívlak, vagy szükségem van rád, Jézus. Ennyi. És abban a pillanatban kész az üdvösséged. Ez annyira egyszerű, hogy ezt nem lehet überelni egyszerűségbe. Ha belegondolunk, ez mindenkinek bele van kódolva a szívébe. Igen. Mert hogyha csak mindenki magába néz, és belegondol, hogy amikor bajban van, akkor Uram Isten, vagy igen, Istenem, segíts, igen, vagy és Jézusom, már el is van, tehát, és már ott is van. Tehát ez automatikusan mindenkiben benne van. Csak ezzel egy picit tudatosabban, ha az ember elkezd foglalkozni, akkor aztán már utána vágya is lesz rá, igen, és utána beleívódik az egész életébe, és nélküle már nem tud. Igen, és még egy gondolat jár a fejembe, biztos vagyok benne, hogy ez sok embernek probléma, hogy az elhuntjai, a közeli barátai, rokonai, stb., hogy vajon az Úrnál vannak-e. És azt szeretném erősíteni, avval szeretném erősíteni őket, hogy ezek az emberek nem tudjuk, hogy a haláluk előtti másodpercben mit gondoltak. Hogy gondoltak erre, hogy Jézus segíts. Mert ez bőven elegendő. Tehát ez bőven elegendő, hogy Isten beengedje őt a mennybe. Az azt mondja, hogy az utolsó órába jötteknek is ugyanazt a jutalmat adom, mint aki a naphevét végig dolgozta. Tehát nem tudjuk. Ez az egyik, amivel biztatni akarom a kedves nézőket, hogy Isten bármelyik pillanatban megmenthette őket az utolsó másodpercben is. Még akkor is, ha már nem bírta kimondani, csak a gondolatán szaladt át. Pontosan ugyanúgy működik. A másik, hogy a apostolok cselekedeteinek a végén, amikor Pált viszik már a Rómába, ugye, hogy ott a hatalmasság elé álljon, akkor így szól az Isten igéje, a Lapcsel 27-23-tól olvasom. Elmúlt éjjel mellém állt egy angyal, akit Isten küldött hozzám. Ez az Isten az, akit én tisztelek, hozzátartozom. Az angyal ezt mondta, ne félj Pál, mert neked a császár elé kell állanod, és a te kedvedért Isten megmenti azoknak az életét is, akik veled együtt hajóznak. Tehát én nekem az a meglátásom, hogy akik körülötted vannak, rokonok, barátok, szomszédok, munkatársak, ismerősök, akikkel te
hogy úgy mondjam, közel ismerettségben vagy, Isten hajlandó még ezeket is megmenteni, csak azért, hogy neked ne legyen fájdalmad. Csak azért, hogy kegyelmet gyakorol miattad ezeken az embereken. Úgyhogy, kedves nézők, nagyon-nagyon hálásan köszönjük a figyelmeteket. Arra kérlek benneteket, hogy amikor csak valami nehézségetek van, vagy egyszerűen csak hiányotok, csak szóljatok Jézushoz, hogy Jézus segíts, és ő segíteni fog. Igen. Köszönöm a beszélgetést, Edina, Isten áldjon benneteket. Köszönöm én is, Isten áldjon mindenkit.